A hó fölött néma csendben, fönn az égen, lent a kendben, mindenütt a durva tájon, ahol fa áll, hogy ne fájjon ember szívünk a pusztának kopárságán, magas vén fa csonka ágán virágzik a nagy ige, a hívó hang. Egy irodalom előtti kamasz, szavai, ritmusai ezek. Vizsgálódva mondogatom magamban időnként, titkát nem fejthetem meg. Ahogy annak se tudom semmi magyarázatát adni, miért hagytam abba a csavargásokat, az egész nomád életet akkor, hogy csak az olvasásnak éljek. Petőfi volt az első, akinek az összes verseit 1946-ban megvettem. Ez volt az első könyv, amit én megvettem, érted? A második az hogy hívják volt? A második az Adi volt. Az Adit, azt nem volt szabad tanítani akkor még. A Juhászsal együtt jártam, Juhász Ferivel, a későbbi nagy költővel. Hát mondanom sem kell, hogy mi voltunk az irodalmárok az osztályban. Úgyhogy mi soha nem feleltünk. Azt akarták, hogy én is legyek népi kollégista, de az apám nem engedte, azon kívül nekem ott a nagy Lenin olvasás, mert meg voltak őrülve Lenintől, úgyhogy két okom is volt arra, hogy nem lettem népi kollégista. Egyszer csak jön ez a Deák elvtárs, azt mondja, te tornai elvtárs, tudod, mit hallok rólad? Mondom, mit? Hogy te nem jársz szemináriumra. Hát mondom, én egyetemre járok. Én Füst Milánnak a magántanári óráira jártam. Hát ez nagyon jó, hát mi a munkásosztályt művelni akarjuk. Elvtárs, föl vagy mentve a szeminárium alól, járjál csak egyetemre. Mi művelt munkásosztályt akarunk. Azt mondja, de tanultok ti ott marxizmust? Hát eszembe jutott, hogy Füst minden órán úgy szitta Marxot, érted? Hogy nem tudom, olyan óra nincs, hogy Marx ne kerülne. Csepel dolgozói, az ország újjáépítésének pionírjai nehéz munkájuk után időt szentelnek művészi hajlamai kiképzésére és továbbfejlesztésére is. Kultúrát, ahogy akkor szép magyarsággal mondták az elvtársak, le kellett vinni a dolgozókba. Az olajos gépek közé elhozták például a Balettintézetet, és bemutatták a Hattyúk tavát. Képzeljétek el! Csóri Gyurkó meg én nagyon összejöttünk a Belvárosi Társaságban. Hosszú éveken át összejártunk, és hát ilyen nyílt összeesküvés formájában, ahol együtt volt Csóritól, Konrádig, Jancsó Miklóstól, Marsall Laciig, és szóval mondhatok kitűnő költőket, festőket, kritikusokat, esztétákat. Egyre határozottabban kialakult a népköltészet és a szürrealizmus közti szoros kapcsolat. Na most ez az irányzat, ez bennem is felerősödött, tehát egyre több népdal tudtam, és egyre több népdalnak legalább a ritmusát bele tudtam építeni a versenyben, de néha egy-egy képet is beleépítettem a népdalból, mert hihetetlen költői képessége volt a paraszti embernek. A természetünk is nagyon paradox, és ezt a paradox jelleget, ezt a természetben is megtaláljuk, tehát akkor a lírában is ott kell lenni ennek a paradox jellegnek. Nem mindenkit érdekelnek a filozofikus versek, mint például az enyémek. Tehát én nem vagyok népszerű költő. Az a rossz természetem, hogy ha megjelenik egy új könyvem, ilyenkor bennem egy ilyen nagy szünet áll be. Úgyhogy most úgy vagyok, hogy többet nem írok verseket.